koronavírus járvány miatt lassan egy hónapja, hogy bezárt a kapuit a Mesevár óvoda és bölcsőde. Üres az udvar, és csend van a csoportszobákban is. Április 14-től azonban ügyeleti rendszer lép életbe az intézményben, így akik semmilyen módon nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét, azoknak nagy segítséget jelenthet ez az intézkedés. Nagy Éva intézményvezető elmondta, az óvodában és a bölcsődében is minden járványügyi higiéniás szabályt szigorúan betartanak. Hozzátette a napokban a városvezetés, Bordán Szabolcs polgármester és Ás Dovsa Mónika alpolgármester szájmaszkokat, védőfelszerelést és különféle fertőtlenítő szereket hozott a dolgozóknak, így mindenki biztonságos körülmények között végezheti majd a munkáját. 14-től ügyeleti rendet tartunk csak azoknak a szülők gyermekeinek, akik dolgoznak, mindkét szülő dolgozik, vagy egyedülálló szülő is dolgozik. Nagyon szigorúan csak pedasszisztens jelenlétével mehetnek be a gyerekek az óvodába, a többi szülő addig másfél méteres távolságba álljon az óvoda intézménynek a bejáratától. Úgy gondoljuk, hogy a veszélyhelyzet miatt nagyon fontosak az óvintézkedések, és minden előírásnak megfelelően maszkban, gumikesztyűbe várjuk a gyerekeket, fertőtlenítőszereket a takarításhoz, akár a kézmosáshoz a fenntartónk biztosít. Nagyon szeretnénk, hogyha a szülők is megértenék, hogy komoly, nagyon komoly az ügy, és ezért csak azokat a gyerekeket tudjuk fogadni, akinek nagyon-nagyon fontos. Az intézmény munkatársai már felmérést is végeztek, hogy kik azok a szülők, akik nem tudják megoldani gyermekeik felügyeletét, és április 14-től igénybe vennék az ügyeleti rendszert. Kedden 11 óvodás és 3 bölcsődés gyermek fog jönni az intézményünkbe. Egész napos ellátás lesz, egy-egy csoport szobába csak 5 gyerek lesz, és minden csoporthoz lesz egy dajkanéni, egy óvodapedagógus és egy pedasszisztens. Úgy gondoljuk, hogy a munkaidőben kell a gyerekeket itt tartani, tehát mihelyt vége van a szülőnek a munkaidejének, akkor egyből jöjjön a gyermekért és vigye haza. A Mesevár óvoda és bölcsőde dolgozói továbbra is a legnagyobb közösségi oldalon tartják a kapcsolatot a szülőkkel, akik innen értesülhetnek a legújabb hírekről, fejleményekről. Minden csoportnak van zárt Facebook csoportja, és oda az óvónénik, mivel távmunkába dolgoztunk ideig, minden egyes információt, ajánlatot, tevékenységet osztottak meg a csoporton belül, és továbbra is így fog működni az információ átadás. Az intézmény dolgozói továbbá arra kérik a szülőket, hogy a gyermekek otthontartásának mérlegelésekor legyenek tekintettel az időskorúak fokozott védelmére irányuló ajánlásokra is. Azaz, amennyiben arra lehetőség van, a gyermekek felügyeletét a következő időszakban ne a 60 év feletti nagyszülők lássák el. Nagyon fontos az is, hogy betegségtüneteket mutató gyermekeket semmiképpen ne vigyenek a közösségbe a szülők.